Jobban járt volna az Újpest, hogyha Szulic elengedi Bödét. Egyrészt hát, ha nézzük Vargát. Gól! Hát így aztán végképp minden eldőlt. 71. perc. Varga Roland, aki korábban 3 hónapig még Újpesten is játszott, bár a elmondása szerint nincs semmilyen kötődése a csapathoz. Szabadrugásból óriási gólt lő, és ezzel eldől a meccs. És így most már aztán nyugodtan elmondhatjuk, hogy Szulic jobban járt volna meg az Újpest, hogyha nem állítatja ki magát, hanem hagyja Bödét. Erész hát a Balajca megint csodát csinál, másrészt most 11-en lennének a pályán. Varga óriási szabadrugás gólja. Majd nem tudom, által lesz egy olyan szöge, ahonnan jól látszik, hogy mennyire pontosan a sarokba vágódott, de nagyon. Na? Nagyon, hát lepókhálózta, mondják ezt. A foci szótár szerint óriási gólt lőtt Varga Roland, 2-0, és Vargának is a 6. meccsen a 2. gólja. Ő is ugye a Győrből jött el. 2-0, alig ha nem eldőlt a derbi, hiszen ember hátrányban van az Újpest, ráadásul.